Legkorábban május közepén adhatják át a mobil sátortetős műjégpályát Gyergyószentmiklóson. Vállalkozói képzést, majd pedig vállalkozás indítását támogatják egy megnyert pályázat révén európai uniós forrásokból. A Gyergyószentmiklósi Salvator Alapítvány még 3 napon keresztül várja a jelentkezőket az idei lovasterápiás foglalkozás sorozatra. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, ha tehetik, tartsanak velünk. A Menszána Alapítvány által működtetett Székelyföldi Jégkorong Akadémia tervei szerint ugyan már át kellett volna adni Gyergyószentmiklóson is a sátortetős műjégpályát, de az elhúzódó tél késleltette a munkálatokat. Most már azonban neki tudnak fogni a kivitelezésnek, és a remények szerint május végén átadhatják az üzemeltetőnek, vagyis a helyi önkormányzatnak. Az engedélyezési eljárása a vártnál hosszabb időt vett igénybe, így csak tavaly decemberben tudta elkezdeni a Gyergyószentmiklósi önkormányzat az általa vállalt feladatokat, a kijelölt terület rendezését. Az előkészítés keretében talajrendezés, illetve a közművesítés, víz, szennyvíz, villanybevezetés történt meg. A Menszána Alapítvány által működtetett Székelyföldi Jégkorong Akadémia ezt követően térítésmentesen felépíti a mobil jégpályát. Most van a betonelemeknek a végleges lehelyezése. Sajnos a havazás, meg a nedves talaj miatt viszonylag későn tudnak fogni. És most állunk úgy, hogy terveink szerint jövő hét elején már a sátor felhúzás megtörténik. Amikor ez megtörténik, onnantól kb. Egy hónappal kell számolni azzal a folyamattal, amelyik véglegesítve jéggel, készen, üzemképes állapotban át tudja a kötetőt. A sátortetős műjégpálya 200 fő befogadására lesz alkalmas, és az U18-as korosztállyal bezárólag lehet majd itt bajnoki mérkőzéseket rendezni. A munkálatok az időjárás kedvezőre fordulásával végre elkezdődhetnek, így már körvonalazódhat az átadás időpontja is. Én ma is tudjuk, itt mondanám, hogy akkora körülbelül lehetünk is. Persze mindig jöhetnek egy-két olyan meglepetés, amire nem számítunk, és akkor egy-két napot csúszhatunk még ezzel kapcsolatosan, de úgy látjuk, hogy ma is tudjuk, hogy minden terv szerint működik a kis tanácsukát. Aztán utána a működtető eldönti, hogy szeretné a nyár folyamán működtetni, véleményem szerint nincs az értelme. Igazából mi azt szeretnénk, hogy most olyan állapotot tudjuk átadni, hogy szeptemberben, Az átadást követően az üzemeltető meg kell ismerkedjen a rendszerrel, és Nagy Attila ügyvezető igazgató úgy véli, hogy az új idényben már bátran lehet használni a mobil műjégpályát is. Az ortodox húsvéti hosszú hétvégén több mint 2800 bűncselekményt állapított meg a rendőrség, közel 22 000 bírságot szabtak ki, és 1324 autóvezetői jogosítványt vontak be, közölte a Román Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. Az idézett forrás szerint április 5-e és 8-a között naponta több mint 8000 rendőr vigyázott a közbiztonságra, 11958 esetben kellett közbelépniük. 502 személyt értek tetten bűncselekmény elkövetése közben, 43 országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt fogtak el. Kihágásokért összesen 7.724.300 lei értékben büntettek. Gyergyószentmiklóson két szervezet mutatta be azt a vállalkozást indítóknak nyújtható támogatási lehetőséget, melyet európai uniós forrásból finanszíroznak. A Hargita megyei Innovációs és Inkubációs Szövetség partnerségben a Székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány a polgári társadalomért, illetve a Balázsfalvi görögkatolikus Caritas szervezet a romániai Kolping családok központi szervezetével közösen tartotta a közelmúltban városunkban pályázati tájékoztatót. A további több mint 30 szervezet mellett a Székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány a Hargita megyei Innovációs és Inkubációs Szövetséggel partnerségben, ugyanakkor a Balázsfalvi görögkatolikus Caritas szervezet a romániai Kolping családok központi szervezetével közösen
Elindította a humán erőforrás operáció program keretében és az Európai Szociális Alap támogatásával azt a projektet, amely által vállalkozó szelleműeknek tartanának ingyenes szakmai képzést áprilistól kezdődően. Projektnek a célja, hogy a középrégióban, tehát mind a 6 megyében 360 személy vállalkozói ismeretek oktatáson fognak részt venni. Az oktatás végével mindenki egy-egy üzleti tervet fog elkészíteni. Az üzleti terveket egy értékelőbizottság, amely Hargita megyei értékelőbizottság, fogja rangsorolni, és a legjobb 360, tehát a 360-ból a legjobb 36 üzleti terv közel 40 ezer eurós visszanemtérítendő támogatásban fog részesülni. A program keretében a 2018-as esztendő a tájékoztatásról és a tanfolyamok lebonyolításáról szól majd. Ezt követően a kiválasztott üzleti tervek készítői egy 40 órás gyakorlaton is részt vesznek, majd 2019 elején elkezdik a vállalkozások létrehozását. A projekt nyitó rendezvényein elhangzott az is, hogy milyen feltételei vannak annak, hogy valaki részt vehessen a programban. Részletesebben erről korábban Táncos Edit, a Balázsfalvi Görög Katolikus Caritas szervezet, a romániai Kolping Családok Központi Szervezetével közösen elindított programfelelőse számolt be. Feltétele elsősorban az, hogy szeretsen vállalkozni, meglegyen benne a késztetés és a vágy arra, hogy saját lábán egy vállalkozást indítson. 25-64 év a korhatár. Egy másik feltétel az, hogy még eddig nem részesült az illető személy uniós segítségben, illetve nem pályázott. Ne legyen cégtulajdonos, vagy hogyha magánszemélyként, PFA-ként működik, akkor ahogyha indít vállalkozást, tehát ez sem kizárójellegű, lehet egy ilyen szintű formájú vállalkozása, de akkor egy más tevékenységi területet kell válaszolni az új KFT-nek, amit a projekt keretén belül indítani szeretne. A tájékoztatók alkalmával már többen feliratkozhattak, vagy jelezhették a projektben való részvételi szándékukat. További érdeklődőket is várnak. Bővebb információt a program és a lehetőségek kapcsán a képernyőn látható elérhetőségeken lehet kérni. Rendkívüli húsvéti lottósorsolást tartottak vasárnap este. A hatos lottó több mint 1,4 milliós főnyereményét érő szelvényt Brassóban vásárolták. A Román Lottó Társaság közlése szerint az újdonsült lottómilliómos 30 lejt költött a szelvényre. A szerencsejátékosnak 90 nap áll a rendelkezésére felvenni nyereményét. Idén ez volt a második teli találat a hatos lottón, legutóbb február 11-én vitték el a főnyereményt. Hosszú évek óta ez az első eset, hogy nyertes szelvényt egy erdélyi településen vásárolták. Emellett rendkívüli nyugtalottó sorsolást is tartottak vasárnap este. Pénzjutalmat a 2018. február 1-én kibocsátott 303 lejes összegről szóló nyugtákkal lehet nyerni. A sorsoláson a 2018. január 22 és március 23-a között kiállított kasszabonok vehettek részt. A díjak összértéke 1 millió lej, amit legtöbb 100 nyertes között osztanak szét. Ha több mint 100-an jelentkeznek, közöttük újabb sorsolást szerveznek. Az eredmény közzétételétől számítva 30 napon át lehet benyújtani az igénylést a nyereményre. Kétszer is elbukott a Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvényjavaslat. A beterjesztő Kulcsár Terza József MPP-s képviselő mégis úgy véli, érdemes párbeszédet folytatni a témában. Legutóbb a képviselőház emberi jogi, egyházügyi és kisebbségvédelmi bizottsága utasította el a javaslatot, korábban pedig a közigazgatási szakbizottság is visszadobta a tervezetet. Kétszer is elbukott a Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvényjavaslat. A beterjesztő Kulcsár Terza József MPP-s képviselő mégis úgy véli, érdemes párbeszédet folytatni a témában. Legutóbb a képviselőház emberi jogi, egyházügyi és kisebbségvédelmi bizottsága utasította el a javaslatot, korábban pedig a közigazgatási szakbizottság is visszadobta a tervezetet. Kulcsár Terza József MPP-s képviselő pozitívumként értékeli, hogy az utóbbi szavazás során két szociáldemokrata honatja és egy kisebbségi képviselő tartózkodott,
ami szerinte biztató jel a jövőre nézve. Én azt vettem észre, és azt tapasztaltam, hogy nem tudják, miről van szó. Igazán nem is olvasták el a törvénytervezetet, amely elég vaskos, nem kétoldalas, és félnek a témától. Ezért jó, hogy be van nyújtva, ezért jó, hogy a szakbizottságokba tárgyalták, ezért jó, hogy a jövő héten, ha minden jól megy, akkor a plénum elé fog kerülni, és ott lesz vita róla. A képviselő úgy véli, ez a két nemleges döntés nem szabgáltat az autonómia törekvéseknek. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke hangsúlyozta, mindenképpen előremozdulást jelent, hogy megismerték a szakbizottságok ellenérveit, és ezeket figyelembe véve dolgoznak tovább az autonómia kérdésén. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az Emberjogi Bizottság előtt sikerült elmondani, és sikerült arra rávilágítani, hogy ez az úgynevezett etnikai alapú autonómia, amely kizárólag a törvényhozási tanács véleményezésében szerepel, és teljességében hiányzik a mi törvénytervezetünkben, de az európai gyakorlatából is az autonómiáknak. Viszont ez a kifejezés, az etnikai kritérium szerepel egy hatályos törvényben, a 2/1968 a megyéket létrehozott törvényben, amely kimondja, hogy a közigazgatási határoknak a kijelölésénél, a megyék határainak a kijelölésénél az etnikai szempontot is figyelembe kell venni. Kulcsár Terza József, a törvénytervezet beterjesztője szerint várhatóan jövő héten plénumban is megvitatásra kerül a tervezet. Véget ért a tavaszi vakáció, szerdától iskolába mennek a tanulók. A tanév rendje szerint a következő tanítási szünet a nyári vakációban lesz, június 16-a és szeptember 9-e között. A végzős osztályoknak május 25-ig tart az oktatás, a 8. osztályosok pedig június 8-áig járnak órákra. Az iskola másként hetet május 31-ig lehet megszervezni a tanintézményeknek valamely 5 egymást követő napon. A második, negyedik és hatodik osztályosok országos felmérőjét május 7-e és 24-e között tartják. A MOL Románia és a Közösségért Alapítvány már 9. alkalommal támogat foglalkozásokat a MOL gyermekgyógyító program keretében. A nyertesek között van már harmadszor a Gyergyószent Miklósi Szálvátor Alapítvány is, amely lovasterápiával foglalkozik. 15 fogyatékkal élő vagy krónikus betegségben szenvedő gyermek jelentkezését várják április 13-áig az Örömhangoló 3 elnevezésű program keretében. A Szálvátor Alapítvány a MOL gyermekgyógyító program keretében az elmúlt 2 évben is 15 fogyatékos vagy krónikus beteg gyermeknek biztosított lovas terápiás foglalkozást. Az előző évek tapasztalatai maximálisan pozitívak. Tehát azt mondhatom, hogy 100%-ban minden gyermeknél fejlődés volt mérhető is. Ez most nem csodákat jelent, viszont nagyon sok család életébe egy kis lépés is egy nagy csodával ér fel. És sugallja Örömhangoló 3. Tulajdonképpen a 2016-ban és a 2017-ben megvalósított Örömhangoló, illetve Örömhangoló 2 programjainknak a folytatásaként volt elgondolva, megírva ez a pályázat, de ez nem jelenti azt, hogy csak előző években résztvevő gyerekeket, illetve szüleik jelentkezését várjuk, hanem új gyerekek is, amennyiben érdeklődést mutatnak, jöhetnek. Idén is 2 és 18 év közötti fogyatékossággal, krónikus betegséggel élők jelentkezését várják, akik számára a lovasterápiás fejlesztés fontos és hasznos dolog. A jogi képviselők, szülők április 13-áig jelezhetik, hogy szeretnének részt venni az idei Örömhangoló programban. Kérnénk a diagnózisokról a papírokat, lehetőség szerint, hogyha van olyan orvos, akivel konzultálni lehet, akkor az orvosi ajánlást, Fontos szempont a gyermek életkora, mivel hogy minél korábban kezdjük a fejlesztést, annál nagyobb reményekkel bízhatunk a pozitívabb kimenetelbe. Illetve fontos szempont a többszörös fogyatékosság, illetve súlyos fogyatékosság is, azért mert ezeknek a gyerekeknek, illetve ezeknek a családoknak az életminősége a leg
nehezebb, a legveszélyeztetettebb, és hát a program célja az életminőségbeli javítás, illetve a készségek, képességek lehetőség szerinti fejlesztése egy minél könnyebb, gördülékenyebb élet érdekében. A pályázat keretében meghirdetett foglalkozások várhatóan májusban kezdődnek és augusztusban zárulnak. Mindegyik gyermek 20 alkalommal vehet részt a program kínálta fejlesztésen. Immár 54 éve, április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik a Magyar Költészet napját. Gyergyószent Miklóson ezúttal az Evilági Együttes két tagjának, Gábor Szabolcs, szoprán szakszofonos és Orbán Ferenc énekes, gitáros, zenés előadásával tisztelegnek a Magyar Líra előtt. Pilinszky János versei alapján írt dalokat hallhat a közönség holnap este 7 órától a Művelődési Ház stúdió termében. Egyebek mellett elhangzanak az Azt hiszem, az Örökkön örökké, az Introitus, a Parafrázis, az Őszi vázlat, az Őszi cirkusz, a Bordal, a Ne félj, a Viszontlátás, illetve a Könyörgés című versek. Az előadásra jegyára 8 lej, elővételben a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ irodájában válthatók, még holnap is 9 órától 16 óráig. Egészen biztosan elkészül az idei évvégéig 60 km autópálya, ígérte újfent hétfőn a Kapitál gazdasági heti lap által szervezett infrastrukturális fejlesztési témákat körüljáró konferencián Stefan Jonica, a közúti infrastruktúráért felelős országos társaság vezérigazgatója. A miniszterelnök által emlegetett 60 kilométernyi autópálya viszont messze elmarad az előző szociálliberális kormány közlekedésügyi miniszter által 2017. decemberében felvázolt stráda álmoktól. Ő ugyanis akkor arra tett ígéretet, hogy 2018-ban 160 kilométer új autópályán közlekedhetünk. Egészen biztosan elkészül az idei év végéig 60 kilométer autópálya, ígérte újfent hétfőn a Kapitál gazdasági hetilap által szervezett infrastrukturális fejlesztési témákat körüljáró konferencián Stefan Jonica, a közúti infrastruktúráért felelős országos társaság vezérigazgatója. Olyan szakaszokról van szó, amelyeken már igen előre haladott a munkálatok állapota. Júniusban elkészül a rég várt híd, aminek köszönhetően áthatható lesz a forgalomnak az észak-erdélyi autópálya Gyalú és Magyarnádas közötti 8,7 kilométeres szakasza. A 100 sebes Torda strádából a 3-as és a 4-es szakaszt ígéri biztosra az útügyi társaság vezetője, ami 24 kilométert jelent. Lugos és Déva között pedig 22,5 kilométeren száguldozhatnak az autósok. Marosugra és Marosvásárhely között 10 kilométernyi aszfalt csíkot ígér Jonica, aki szerint Marosugra és Aranyosgyéres között is megépül egy szakasz, ám az idén még nem lesz bekapcsolva a körforgásba. Az idén mintegy 60 kilométer készül el, szögezte le a szakhatóság vezetője. A miniszterelnök és a Csineáír vezér által emlegetett 60 kilométernyi autópálya viszont messze elmarad az előző szociálliberális kormány közlekedésügyi miniszter Félix Stroje által 2017. decemberében felvázolt stráda álmoktól. Ő ugyanis akkor arra tett ígéretet, hogy 2018-ban 160 kilométer új autópályán közlekedhetünk. 2012, illetve 2013 volt az utolsó év, amikor az átadott kilométerek hossza meghaladta a 100 kilométert. 2017-ben mindössze 15 km autópályát sikerült átadni. 2018-ban a dél-erdélyi A1-es autópálya Lugos és Déva közötti szakasza, valamint az A1-es és az észak-erdélyi A3-as pályát 100 sebes és Torda között összekötő autópálya épülhet meg. Ezeken a szakaszokon jutott ugyanis előre haladott állapotba az útépítés. Ezek voltak híreink, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, legyen szép estéjük, a viszontlátásra!